A hagyományokhoz hűen ebben az esztendőben is megszépülnek a maroshegyi fák húsvét előtt. Prájer Éva önkormányzati képviselő és a Gárdonyi Géza művelődési ház szervezésében idén is tojásfa díszítést rendeztek Maroshegyen, amelyhez a városrész lakói is csatlakoztak. Most már harmadik éve díszítünk tojásfákat itt Maroshegyen, és az idei évben úgy gondoltuk, hogy egy közösségi eseményként hirdetjük ezt meg, hiszen nagyon sok olyan család él itt, aki szeret tenni a környezetért és Maroshegyért, és hát ugye látszik a hátam mögött is, hogy tényleg gyerekek is és felnőttek is nagyon szívesen vesznek részt ebbe a programba is. Idén mintegy 2000 darab színes tojás kerül fel a maroshegyi fákra, a díszítő munkában a családok, töpörtyük és nagyocskák, édesanyák és édesapák is szorgoskodtak. Két helyen díszítünk Maroshegyen tojásfát, az egyik itt a Szilvamagba, illetve a másik pedig az orvosi rendelőknél a Batthyány utcába. Ez a két helyszín lesz az idén, ahol gyönyörködhetnek a Maroshegyen áthaladók a tojásfákba. A kezdeményezés természetesen fontos része a húsvéti előkészületeknek, és a település lakói, ahogy láttuk is, szívesen vettek részt a díszítésben.